milyen betegségek azok, ami miatt transzplantációkat végre kell hajtani? Általában szívizombetegségekről beszélünk, illetve az életkortól függően gyerekkorban döntően a szívizombetegségek, felnőtt korban igen jelentősen, és talán több az isémiás szívbetegség, magyarul a koszorúsér megbetegedések okozta akár infantus utáni helyzetek, amikor a szív működése nem tud helyreállni, tehát alapvetően koszorúsér betegségek másodlagos következményeiben történik sortranszplantációra felnőtt korban. Magyarországon évente milyen számban történik ilyen transzplantációs beavatkozás? A gyerekeknél egy olyan 6 és 10 közötti transzplantáció történik, körülbelül ez az igény. A felnőtt transzplantációs szám az most az utóbbi évben igen jelentősen emelkedik, és szerintem körülbelül 40-et fog elérni az év végére, tehát 30 és 40 között mozog most a felnőtt szívtranszplantációk száma Magyarországon. Mi az, amit tudnánk tenni mi így Magyarországon annak érdekében, hogy ezt minél inkább visszaszorítsuk, hogy ne kerüljön erre sor? Azt gondolom, hogy nem a transzplantációk számát kellene visszaszorítani, mert a transzplantáció egy nagyon nagy betegcsoport keskeny szeletének kínáljuk fel, mint lehetőséget. Inkább azokat a betegségeket kellene megelőznünk, ami ide vezetnek. Ugye erről volt szó itt a mai napon, hogy az életmóddal, a sporttal, a megfelelő étkezéssel lehet a koszorúsér betegségeket elkerülni, vagy jó részt megelőzni. És hát a transzplantáció az egy fontos része az ellátó terápiának. Nagyon sokan szorulnak koszorúsér betegségek megfelelő kezelésére, és azok, akiknek ez eredménytelen, vagy nem, vagy olyan fokú, hogy szívizomkárosást okoz, a transzplantációt el kell végezni. Tehát igazából a transzplantációs számot hozzá kell igazítani az igényekhez. Még azt is mondanám, hogy valószínűleg még van egy kis szelet, ahol meg kell tennünk, tehát akár 60-70 transzplantációt is el kellene végezni évente Magyarországon, de ez irányban nagyon jól haladunk az utóbbi években.